Régóta dédelketett vágya gyülekezetünknek, hogy a templom felújításra kerüljön. 13 esztendővel ezelőtt kerültem ide a gyülekezetem családunkkal együtt, és már akkor felvelült bennünk az a gondolat, hogy nagyon régóta szeretnénk a templomunkat felújítani, és a presbiteri határozat is úgy hozta, hogy akkor legyen, pályázatot nyújtunk be, sajnos 3 pályázatot is elutasítottak, és az elmúlt esztendőben sikerült arra az állapotra jutnunk, hogy a tetőszerkezet felújítása és a teljes felújítása polgármester úrral együtt, az önkormányzattal együtt közösen egy pályázatot nyújtottunk be, aminek megvolt az eredménye, és így elindulhattak a folyamatok. Mit lehet tudni a tetőfelújításról, hogyan zajlik eddig, minden rendben van-e, találtak esetleg olyan problémát, amire nem készültek volna fel? Az is van, az is előfordult, hiszen itt voltak statikusok és fa szakértők, akik megállapították, hogy vannak olyan részek, amiket feltétlenül ki kell cserélni, de van olyan is, ami még használható, tehát párdolható és kijavítható. Most is a dunkások fönn dolgoznak, 3 dolgoznak, 1 a szakember és 2 pedig segéd, és folyamatosan végzik a munkálatokat. Augusztus 21-én pontosan akkor kezdődtek a munkálatok, és azzal a szándékkal és azzal a céllal vagyunk, hogyha Isten éltet bennünket, akkor október 31-ére a szerződés addig szól, hogy szeretnénk, hogyha elkészülne. Többen a templom épületének felújítása mögé álltak. Anyagi támogatás érkezett az állam, az egyház, az önkormányzat és a hívek közösségétől is. Úgy vettük észre, hogy mióta ez a munkálat elkezdődött, egy kicsit nagyobb az összetartás is, és látják közös érdeke Gyón városrésznek a templomának a felújítása, és egy kicsit összetartóbb lett a gyülekezet is, közös érdekünk, adományokkal is, meg hát természetesen a hívő ember imádságos szívvel is hordozza ezt a templomnak a felújítását. Bízunk benne, hogy az Úr velünk lesz, és ha Isten éltet bennünket, akkor jövő tavaszra elkészülhetnek a munkálatok. Első fázisa, mint ahogy említettem, a tetőszerkezet, teljes felújítása, majd a toronynak a felújítása, hasonlóképpen egy kicsit rendezzük, hogy azért 2 együtt szinkronba legyen, és utána pedig a külső-belső felújításra is sor kerül. Ha természetesen még pénzügyi forrásaink, még hiányaink vannak, de bízunk benne, hogy Isten azt is kipótolja nekünk. A pályázati forrásból, valamint a támogatásokból sem jött össze egyenlőre a teljes felújítás összege. A Gyóni Református Egyházközösség szívesen fogad minden adományt, felajánlást, amit a munkálatokra szánna valaki. Mivel műemléktemplomról van szó, így akármilyen tetőt nem lehet rá tennünk. Természetesen volt egy olyan szándékunk is, hogy legyen olyan, ami cserépmegoldás, de ezt egyáltalán a műemlék nem engedélyezte. Rájcink típusú lemez lesz majd rátéve, egy ezüst színű, hogy szinkronban legyen a toronynak a válogával. 12 millió forintra lenne szükségünk, hogyha és amennyiben a 12 millió forint sikerül megkapnunk, akkor valóban a dédelgetett vágyunk, a vágunk valóra válhat, és akkor a templomunk a maga ékességében szépen állhat, és dicsőíthetjük, magasztalhatjuk az Istent, hogy nem volt hiába való az imádság, meg a szorgos munka, akik most is ott fönn dolgoznak, Isten áldása lesz rajta, és nagyon bízunk benne, reménykedünk benne.